Pálinka nap. Összetöltötték a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei összetartozás pálinkáját pénteken Érpatakon. Téliesítés. Az elfogyott vízóra cseréjének költségét mindig a felhasználónak kell kifizetni. Új beavatkozás. Egy új módszerrel végeztek el két szívkatéteres beavatkozást a József András Oktató Kórházban. Huszonegy kereskedelmi pálinka főzde közösen alkotta meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei összetartozás pálinkáját Szent Miklós ünnepén pénteken. A Kölcsey Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az érpataki rendezvényen a Zsindelyes tanyán egy székelyudvarhelyen készült haragot is felszenteltek a pálinka főzők védőszentjéről elnevezett kápolna előtt. 2007 óta a pálinka lovagrend kezdeményezésére december 6-át a Magyar Pálinka napjaként tartják számon. Szent Miklós többek között a pálinka főzők védőszentje is, így az ünnepnap alkalmával a róla elnevezett kápolnában ökumenikus istentisztelettel, harangavatóval, áldással és szenteléssel készültek az összetartozás pálinkájának megalkotására. Van egy termék, ami a szabolcsi almapálinka, az eredet védettséget tekintve a harmadik volt Magyarországon, ami ilyen védettséget kapott. Az Európai Unióban is élvezi ezt az elsőbséget. És arra gondoltam, hogy mivel egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van 21 kereskedelmi főző, mindenki gyárt szabolcsi almapálinkát, ezt valahogy meg kell alkotnunk az úgynevezett összetartozás, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összetartozás pálinkáját, és ezt össze kell kapcsolni azzal az egyházi eseménnyel, ami a Szent Miklósról a pálinka főzők védőszentjéről elnevezett kápolnának a harang felszentelésével egybekötve. Így adódott össze egy rendezvény, két részből áll. Azt gondolom, hogy a kettő az teljesen összefügg a névhasználat miatt is, hogy a kápolnának Szent Miklós püspök a névadója. Egy ökumenikus misézőhelyről van szó. És az meg, hogy mind a három történelmi egyháznak a püspök elfogadta a meghívásunkat, azt kell mondjam, hogy egyedülálló Magyarországon, hogy az, hogy egy magánkezdeményezéshez, még ha alapítványi kereteken belül is történt, hogy egy magánkezdeményezéshez mind a három püspök atya, mondjam azt, hogy az első szóra igen mondott. Pap József elmondta, céljuk, hogy a diplomáciai rendezvényeken és a hazai külképviseleteken is megtalálható legyen a szabolcsi alma, a szatmári szilva és az újfehértói megypálinka is, ezzel együtt pedig a pálinka egy újabb kiemelkedő exportcikké válhat. Ma arról szól ez a nap, hogy hogyan tud 21 termelő összefogni, hogyan tudjuk Szabolcsnak azt a kiváló termékét, gyümölcsét, ami az alma egy új formában hozni, és hogyan találunk ennek új piaci szegmást. Hiszen legtöbbször mi a problémánk? Az a problémánk, hogyha Magyarország határait átlépjük, jóval nagyobb piaccal találjuk magunkat szembe, ahol sokkal nagyobb árualapra van szükség. Az árualap az bizony mindig homogén, egyforma minőséget jelent, és egy-egy pálinkafőző nem tudja kielégíteni ezt a nagy mennyiséget. Viszont, hogyha mindenki összefog a megyében, akkor Szabolcsi Alma pálinka néven egy olyan új ital kerülhet a polcra, olyan új pálinka kerülhet akár a külföldi fogyasztók kezébe, amely bizony megfelelő árualappal, megfelelő minőséget tud szolgálni. Az agrárminiszter hozzátette, előremutató, hogy össze tud fogni 21 termelő, és közösen olyat képesek alkotni, ami ennek az ágazatnak a jövőképét is megmutatja. A rendezvényen ezt követően összetöltötték a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei összetartozás pálinkáját, ehhez a megye 21 kereskedelmi pálinka főzdéje 2-2 liter saját főzésű almapálinkát ajánlott fel, melyek később pohárköszöntőn kocintottak mindannyian az ágazat jövője érdekében, ezzel is kifejezve az összetartozást. Összetartozunk, egy nemzet vagyunk itt a Kárpát-medencében. Az a meggyőződésem, hogy a hagyományainkban ez a legmélyebben illeszkedik. Örömünkben és bánatunkban kocintunk egy pohár pálinkával. Én hiszem, hogy ez a mai nap ez az öröm. Ez a mai nap öröm arra, hogy együtt vagyunk, hogy nem csak külön-külön megiszunk egy pohár pálinkát és kocintunk vele, hanem a pálinka előállítók is összeöntik, és azt mondják, együtt vagyunk, egységesek vagyunk, egy irányba haladunk, ezért különösnek az a mai. A rendezvényen elhangzott, az összetartozást fejezi ki a Szent Miklós kápolna előtt állított harang is, melyet Székelyudvarhelyen öntöttek. A harangláb faanyag a Kárpátaljáról származik, melyeket hazai szakemberek ácsoltak össze, és amelyet három történelmi egyház is megszentelt és megáldott.
Őrizetbe vette a feltételezett elkövetőt a rendőrség a bántalmazott buszsofőr ügyében. A nyíregyházi rendőrkapitányság közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntett elkövetése miatt folytat nyomozást egy 17 éves nyírteleki lakos ellen. A nyomozás adatai szerint december 6-án este egy nyíregyházára menetrend szerint közlekedő autóbusz sofőrje egy háromfős társaságot felszólított, hogy ne hallgassák olyan hangosan a zenét, és a náluk lévő italt tegyék el. Az utasok a felszólításnak nem tettek eleget, és nem tetszésüket fejezték ki. Miután az autóbusz beérkezett a nyíregyházi autóbusz végállomásra, a társaság 17 éves tagja nem szállt le a járműről, oda ment a busz vezetőjéhez, és bántalmazta. A rendőrök a bejelentés követően azonnal a helyszínre mentek, és a feltételezett elkövetőt a helyszín közelében elfogták, és a rendőrkapitányságra előállították. A rendőrök a fiút gyanúsítottként kihallgatták, és bűnügyi őrizetbe vették, olvasható a polisz.hu-n. Több százezer forintos tétel is lehet az elfagyott vízóra cseréje és az elfolyt vízmennyiség kifizetése, ez minden esetben a felhasználót terheli. A Nyírségvíz ZRT szakembere azt javasolja, kőzetgyapottal szigeteljék a vízhálózatot, ősszel, télen üresen álló épületeknél pedig a víztelenítés jelenthet megoldást. Két évvel ezelőtt több ezer vízóra elfogyott a megyében a hirtelen jött fagyos időjárásnak köszönhetően. A tavalyi évben már jobban felkészültek a felhasználók, és a tized sem lépte át az elfogyott órák száma. Fontos kiemelni, hogy a vízhálózat téliesítése mindig fogyasztói kötelezettség. Sokan próbálkoznak azzal, hogy különböző ruhadarabokba csavarják az eszközöket, de azok ugyanúgy áthűlnek, ezért nem jó megoldás. A Nyírségvíz ZRT szakembere azt javasolja, hogy kőzetgyapotot vagy más szakboltokban megvásárolható szigetelő anyagot használjanak a felhasználók. Ez az egyik alapvető módszer, ez a szigetelés. A másik dolog az, hogy ilyen fagymentes időszakban azért rendszeresen ellenőrzik, hogy a vízmérőaknában van-e víz. Ugye ez is arra utalhat, hogy valami csepeges folyás következhetett be egy hidegebb időszak után. Ugye ha fagyott a vízmérő, vagy maga a hálózaton van ilyen jellegű problémánk, akkor nem biztos, hogy azonnal jelentkezik. Ha elfagyott, akkor azonnal, mert persze benne a lakásban, vagy a felhasználói helyen nincsen víz. Ilyenkor kiolvasztjuk, jó esetben nem fagy szét a vízmérő. De a lényeg az az, hogy mind a vízmérő vonatkozásában, aknák vonatkozásában, mind azon vezetékek vonatkozásában, ami szabadon vannak, és nincsenek szigetelve, ezeket szigeteljük. Illetve, hogyha ez nem megvalósítható, akkor víztelenítsünk. Fontos figyelni például a vízmérő aknák fedelére is. Ha az nem zár rendesen, törött vagy nincs rendesen a helyére illesztve, akkor is elfagyhat a hálózat. Sok helyen abban az esetben szokott probléma lenni, hogyha az ingatlan lakatlan. Ebben az esetben ugye ez főleg téli időszakban üdülő területeket, de bizonyos településeken, mit tudom, valaki külföldön dolgozik, és ott marad a lakás, ott mindenképpen célszerű ősszel víztelenítenie, kerti csapon ez könnyen megoldható. Ugye a fagycsapot ütközésig kell nyitni, úgyhogy előtte már kinyitom a kerti csapot, és lényegében le lehet üríteni a hálózatot ezzel. Az elfolyt víz költségét, a vízmérő cseréjét és a vízóra díját is a felhasználónak kell állni egy-egy fagykár esetén. A vízóra cseréje körülbelül 20-21 ezer forint, de az elfolyt víz akár több százezer forintos tétel is lehet, ha későn veszik észre, tette hozzá Tormási Géza. Felfüggesztett börtönbüntetése ítélték azt a nőt, aki levideózta, ahogy a 15 éves fia vezeti az autójukat. A Nyíregyházi Járásbíróság december 6-án gyorsított eljárásban kiskorú veszélyeztetésének büntette, és járművezetés tiltott átengedése vétsége miatt jogerősen egy év, végrehajtásában egy év, 6 hónap próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetése ítélte H.E.Z. vádlottat. A nő idén nyáron megengedte kiskorú fiának, hogy vezesse az autójukat. A fiú nagy
sebességgel közlekedett Nyíregyháza külterületén, az anya pedig ezt mobillal videóra vette és megosztotta a Facebookon azért, hogy külföldön dolgozó férje lássa, milyen ügyesen vezet a fiúk. A vádott azzal, hogy a jogosítvánnyal nem rendelkező fiának átengedte az autó vezetését, megvalósította a járművezetés tiltott átengedésének vétségét. Mivel ő maga sem rendelkezett jogosítvánnyal és közben támogatta fiát is abba, hogy vezesse az autót, olyan magatartást tanúsított, ami veszélyeztette a kiskorú erkölcsi fejlődését, így ezzel a kiskorú veszélyeztetésének büntettét is megvalósította, olvasható a nyíregyházi törvényszék közleményében. Egy új módszerrel végeztek el két szívkatéteres beavatkozást a József András Oktatókórházban. Az úgynevezett rotablációs módszerrel azokat a kritikus mértékű szükületeket lehet megnyitni, amelyeket a hagyományos ballonnal nem tudnak kitágítani keménységük és súlyosságuk miatt. A beavatkozás technikailag bonyolultabb a hagyományos eljárásnál, de a megfelelően képzett szakembergárdának köszönhetően múlt hét pénteken két beteg is átesett ezen a műtéten a József András Oktatókórház belgyógyászatán. Fazekas Sándorné 74 éves. Ő az egyik, aki átesett az újfajta műtéten pénteken itt a József András Oktatókórházban. Korábban már több beavatkozása is volt. Az új eljárásnak köszönhetően azt ígérték neki az orvosok, ez volt az utolsó műtét. Hát most egész jól vannak ezután. Úgyhogy a másik három után mindegyben kell zsírni. Minden ödét után négyszer kellett csinálni. A koszorúér műtétek az esetek nagy részében fémháló beültetéssel járnak, vagyis stent beültetéssel. Ez az eljárás 95%-ban elvégezhető a szűkületeknél, de vannak annyira messzes szűkületek, amelyek már nem kezelhetőek ezzel a beavatkozással, mert nem tudják eléggé megtágítani az ereket. Ekkor van szükség arra az újfajta technikára, amit pénteken használtak először Nyíregyházán két páciensnél is. Ilyenkor speciális eljárásra egy fúrókészülékre van szükség, ezt nevezzük rotablációnak, vagy rotációs aterektómiának, amely abból áll, hogy ezt a nagyon messzes szűkületet egy gyémánt szemcsével bevont fúróval átfúrja, és ettől kezdve lesz hely arra, hogy ezeket a balonokat bevezessük, a stentet elhelyezzük, illetve a nagyon messzes gyűrűt, ami nem engedte az ér tágulását, a fúrás kapcsán a vibrációs energia megrepeszti, és ettől kezdve tágíthatóvá válik. Ez nem túl gyakori eset, de ilyenkor más megoldás nem lehetséges, szükség van erre a rotablációra. A műtétet nem altatásban végzik, így a betegek hallhatták is a fúró hangját, ami az orvos szerint egy fogászati beavatkozás hangjához hasonló. A szív- és érrendszeri betegségek kezelése kiemelten fontos feladat egy kórház életében, mivel hazánkban is ez az egyik vezető halálozási ok. A József András Oktató Kórházban már 2006 óta történik szívkatéterezés. 2008-ban nyílt meg ez a labor, 2015-ben pedig már a 10.000. szívkatéterezést is elvégezték. Évente átlagosan 2000 katéterezés és 1000 koszorú érbeavatkozás történik itt. A rotablációs eljárásokat korábban legközelebb Debrecenben tudták elvégezni az orvosok. Az első két nyíregyházi műtét megtörtént, így ezentúl már itt is elérhető ez az életmentő beavatkozás. Ez azért nagyon nagy dolog, mert ezeket a betegeket korábban, amikor nem volt ez a technika, és ez akutan történt, ezt akutan nem tudták meg sem operálni nyílt műtéttel, sajnos ezeket a betegeket elvesztettük. Így most azt gondolom, hogy egy újabb lehetőség nyílt, egy újabb biztonságos eljárásnak az elsajátítása. Ezt a kőszegi tanárul és csapata végezte itt intézményünkben. Tudni, hogy kőszegi tanárul Debrecenben, a Debrecen Egyetemen is dolgozik, és ott ezt a technikát ott sajátította el, és most ezt ide, tehát itt fogjuk a mi intézményünkbe végezni. Az eszközpark fejlesztése is fontos a kórház életében. A jövő évben egy új röntgenkészüléket vásárolnak a kardiológiai labor számára. A
Sorozatban 9. győzelmét szerezte meg a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1B piros csoportjának 11. fordulójában lejátszott mérkőzésen Budafokon nyertek 99-67-re. Siska János együttese csütörtökön az év utolsó hazai meccsén a MAFC-ot fogadja. A hazai pályán még veretlen Budafok otthonában jól kezdtek a cápák, az első negyed végén 14 ponttal vezetett a Nyíregyháza. A második 10 percben újabb 6 pontot tettek hozzá előnyükhöz a vendégek, akik a nagy szünet után is pont erősen játszottak. A záró negyed előtt már 37 ponttal vezettek Busivánék, a hazaiak csak egy keveset tudtak kozmetikázni az eredményen, így a Blue Sharks magabiztos sikerrel növelte 9 meccsesre bajnoki győzelmi sorozatát. Lehet, hogy kicsit nagyképűnek fog hangzani, amit mondani akarok, de alapvetően ez az igazi arca a csapatnak, és azt szeretem, amikor így látom játszani a csapatot. Ha koncentráltak, és megfelelőképpen odafigyelnek a mérkőzésre, akkor tudnak így játszani. Természetesen van egy jelmondatom, és a fiúk ezt már unják, de most is érvényes ez a jelmondat az, hogy amikor nyersz, akkor soha nem vagy olyan jó, ahogyan képzeled, de amikor veszítesz, akkor sem vagy olyan rossz, ahogyan azt érzed. Most nagyon örülök annak, hogy nekünk az első részét kell magunkénak tudni, és figyelnünk kell arra, hogy nem szabad elszállni azért ettől az eredménytől. Egy nagyon jó mérkőzés volt, jól sikerült, jól dobtunk, megfelelő koncentráltan támadtunk, védekeztünk, de ezen a mérkőzésen azért minden sikerült, és ez a különbség ezért alakulhatott ki. De még egyszer mondom, azért képes erre a csapatunk, és nagyon örülök annak, hogy ez a mérkőzés nem lett olyan nehéz, mint ahogyan számítottunk erre. A forduló további eredményei a következők: BKG Prímese Vasas Akadémia 99-71, Budapesti Honvéd TF Budapest 82-75, MAFC Salgótarján 86-58, Baja PVSK 104-80, Veszprém Nagykőrös 93-66 és MEAFC Miskolc MTK Litbasket 102-72. A tabella élén a Veszprém áll 10 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 9-2-es mutatóval rendelkező Nyíregyházát. A kék cápák az év utolsó hazai meccsén a MAFC csapatát fogadják. Nem szabad egy másodpercig sem elszállnunk, viszont az sem lehet, hogy egy 9-es nyerő széria ne adjon nekünk önbizalmat. Önbizalommal kell pályára lépnünk, viszont a MAFC-cal mindig éles csatákat vívunk, hogyha a kosárlabdát szerető emberek figyelik, akkor ők tudják, hogy milyen múltra tekint vissza. Az én személyes küzdelmem is már a 90-es évek elejére, hiszen akkor küzdöttünk még az NB1B-ben az NB1 A csoportba való jutásért, akkor ők jutottak föl, most ugyanúgy küzdünk, és ugyanúgy egymás ellen harcolunk. Remélem, hogy ezen a hazai mérkőzésen meg tudjuk mutatni ugyanazt az arcunkat, mint amit Budafokon mutatott a csapat, és egy jó mérkőzésen tudunk győzni, de mindenkit óvaintek attól, hogy azt higgye, hogy ez egy nem nagyon kemény és küzdelmes mérkőzés lesz. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks MAFC mérkőzés csütörtökön 17 órakor kezdődik a Continental Arénában. A Kölcsey Televízió nézői pedig pénteken 20 óra 55 percül láthatják a találkozót. 6 vendégszobával bővült a nyírbátori ASE edzésközpontja. A 30 millió forintos beruházásnak köszönhetően 16 asztali teniszezőnek tudnak helyet biztosítani az edzőterem mellett. A hétvégi nyírbátor ad otthont a serdülők top 24-es versenyének. Újabb mérföldkőhöz érkezett a nyírbátori asztalitáni sport, mondta az avató ünnepségen Csekő Sándor klubmenedzser, mivel az egyesület sínnyelven szólva pályaszállást tud biztosítani a városban versenyző vagy edzőtáborozó pingpongozóknak. A Györfi Tibor edzésközpont épületében alakította ki 6 szobát, ahol összesen 16-an férnek el. A 30 millió forintos költségvetés egy része a szövetségen keresztül érkező állami forrás volt, emellett az egyesület és az önkormányzat biztosította a fennmaradó összeget. Nekünk egy nagyon fontos helyszín és egy nagyon fontos sportegyesület, civil szervezet a nyírbátori asztali tenisz sportegyesület, és nem csak azért, mert olyan eredményeket érnek el az itt sportoló gyerekek, ami a város hírnevét nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is feltette a sport térképére, hanem egy igazi közösségként működik, egy olyan helyként, ahova nyugodtan engedik el a szülők a gyerekeket, ahol a gyerekek sportolhatnak, mozoghatnak, jól érzik magukat, jó közösségben vannak, és nem csak a sportra, hanem az életre is nevelik itt a fiatalokat, ami én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos szempont. Az egyesület legeredményesebb versenyzőire, Tölgyes Dorottyára és Majoros Bencére utaló Tölgy Major vendégházra keresztelt létesítménybe nem csak a környező országokból várnak asztali teniszezőket. Kapcsolatai révén Karsai Ferenc is segíti majd a nyírbátoriakat.
Ő egy Nagykállóból elszármazott atteli teniszedző, aki az osztrák válogatottnak volt a szövetség kapitánya, és az utolsó európai férfi világbajnok edzője volt. Ő hazaköltözött Kiskunfélegyházára, de mivel nagyon jó a kapcsolatom vele, és szívesen dolgozik máskor is, Ausztriába is, Belgiumba is, és azt mondta, hogy ő ide nagyon szívesen hozna olyan kaliberű asztali teniszezőket, akikkel mondjuk nem csak Törgyes Dorottya, de akár Majoros Bence is, hogyha hazajön, és itt hol tartózkodik, akkor nagyon magas színvonalú edzés munkába tud részesülni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy európai klasszis asztali teniszezők is meg fognak fordulni ebbe az egységbe. A hétvégén a serdülő Top 24-es versenyen már teltház lesz az új létesítményben, a két ünnep között pedig a magyar és a román ifjúsági válogatott edző táborozik majd Nyírbátorban. Vereséget szenvedett a kisvárdai futballcsapat az NB1 15. fordulójában. Dajka László együttes az Újpest vendégeként kapott ki 1-0-ra. A Kisvárda szombaton hazai pályán a MOL Fehérvár FC ellen zárja az őszi szezont. Sorozatban negyedik győzelmét aratta a Nyíregyháza Spartacus. A Spari az NB2 20. fordulójában a Budaörsöt verte 4-0-ra. Lengyel Roland együttese vasárnap Dorogon lép pályára. Most pedig kiradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. 21 kereskedelmi pálinka főzde közösen alkotta meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei összetartozás pálinkáját Szent Miklós ünnepén. Az összefogás célja, hogy a diplomáciai rendezvényeken és a hazai külképviseleteken is megtalálható legyen a szabolcsi alma, a szatmári szilva és az újfehértói megy pálinka is. Ezzel együtt pedig a pálinka egy újabb kiemelkedő exportcikké váljon. Az ord időjárás a vízórákat sem kíméri, ezért fontos a hálózat téliesítése. A téli időszakban mindig fontos kérdés, hogy kinek a felelőssége, ha elfagy a mérőeszköz, és milyenkor a teendő. Több százezer forintos tétel is lehet az elfagyott vízóra cseréje és az elfolyt vízmennyiség kifizetése. Ez pedig minden esetben a felhasználót terheli. Úgynevezett rotablációs új módszert alkalmaztak a József András oktatókórház belgyógyászatán. Ezzel az eljárással azokat a kritikus mértékű érszűkületeket lehet megnyitni, amelyeket a hagyományos ballonnal nem tudnak kitágítani keménységük és súlyosságuk miatt. Múlt hét pénteken két beteg is átesett egy ilyen műtéten Nyíregyházán. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták december 9-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, szép estét! Hétfőn este túlnyomóan borult lesz az ég, eső várható, a déli, majd az északira forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2-5 fok között alakul. Kedden eleinte túlnyomóan borult idő lesz, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Eső várható, az északi szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 8 fok között alakul. Változékony időre van kilátás, szerdán a ködfoltok feloszlását követően az ország nyugati részén sok, keleten kevesebb napsütés várható, csapadék nem valószínű. A folytatásban ismét borongós időnk lesz, többfelé és több alkalommal várható csapadék, eső, havas eső, hó egyaránt eshet. A hétvégétől kevesebb lesz a felhő, több órás napsütésre számíthatunk. Erősödik az éjszakai lehűlés, de emelkedik a nappali felmelegedés mértéke is.